A budai Ciszterci Szent Imre gimnázium dísztermében tartotta jubileumi választmányi ülését a 70 éves kereszténydemokrata néppárt szeptember utolsó hétvégéjén. Az ünnepi ülésen felszólalt Latorcai János, a KDNP választmányi elnöke, aki a párt 70 évvel ezelőtti megalapítását és történetét idézte fel. 70 évvel ezelőtt egy szeles májusi nap kora délutánján néhány kereszténydemokrata politikus Varga László Galamb utcai lakásában válaszul az egyre embertelenedőbb korra úgy döntött, nem lehet tovább várni, szólni, tenni kell. Vállalni kell a harcot, küzdeni kell egy független, szabadabb és igazságosabb Magyarországért. Világosan látták, hogy elvi és politikai okokból egyaránt szükség van egy önálló, ideológiai alapon, tehát vallási világnézeti alapon álló pártra. Harag Péter, a KDNP frakció vezetője beszédében az elődök helytállását méltatta, és kiemelte a szervezetépítés fontosságát. Mit jelentett ez akkor nehéz helyzetben helytállást? Lényegében azt, hogy nem lettek árulók olyan időben, amikor mások sokan azzá váltak. Rétvári Bence, a KDNP alelnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a többi között arról beszélt, hogy még sokszor 70 év áll a kereszténydemokrata néppárt előtt. A 70 éves KDNP-ről és kereszténydemokráciáról bizonyítsam be mindnyájunknak, hogy fiatal, méghozzá azért fiatal, mert még sokszor 70 év áll előtte. Aktív, formáló szereplőknek kell lennünk. Nem a barokk börtönbe kell, hogy bezárjuk magunkat. Nem szabad, hogy 70 év múlva skanzenben mutogassák a kereszténységet, és ezt mi magunk tudjuk megakadályozni. Súrján László, a párt alelnöke, az európai civilizáció válságáról beszélt. Bekerültünk az európai pártpolitika ütköző zónájába. Két egymást követő európai választáson a Fidesz-KDNP listája volt a legeredményesebb az egész európai néppártban. Érthető, hogy az előállót ütik a legjobban. Ezekben a csatákban a néppárt mindig kiállt mellettünk, és nincs jele annak, hogy ez megváltozna. Pedig észleljük, hogy nagyon sokan a másik oldalról keményen megpróbálnak leválasztani minket, és nem válogatnak az eszközökben. Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke beszédében kihangsúlyozta, hogy a kereszténydemokrácia az európai és a magyar szellemi és politikai történet szerves része. A kereszténydemokrácia az európai és a magyar szellemi és politikai történetnek szerves része. Sem az európai politika történetet, sem Magyarország történetét nem lehet megérteni, ha nem ismerjük ebben a kereszténydemokráciának a történetét. Az ünnepi rendezvényen a magyarországi kereszténydemokrácia 70 évéről szóló dokumentumfilmből vetítettek le részleteket. 1935-ös évektől elindultak a szociális mozgalmak keresztény szellemben, és keresztény reformnemzedék vett benne részt. Orbán Viktor miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy Magyarországon kereszténydemokrata kormányzásra van szükség, mert egy liberális demokrácia nem lett volna képes a rezsicsökkentésre vagy a devizahitelesek megsegítésére. Ma itt önök között mindannyian megérezhettük, hogy a kereszténydemokrata néppárt nagy, jelentős és befolyásos párt a magyar közéletben. Ha valaki, akkor önök elmondhatják, hogyha nagynak látszanak, az azért van, mert óriások vállán állnak. Ma a kereszténydemokrata néppárt megalakulásának 70. újjáalakulásának 25. évfordulóján az ifjabb párt elnökeként köszöntöm az idők próbáját is kiálló szövetségesünket, és ami még fontosabb, az idők próbáját kiálló szövetségünket is. Ebben az új világban versenyfutás zajlik annak a közösségszervezési módnak, annak az államnak a megtalálásáért, vagy inkább kimunkálásáért, amely leginkább képes egy nemzetet, egy közösséget versenyképessé tenni a megváltozott körülmények közepette. Ami korábban kétségbe vonhatatlannak bizonyult, az mára megkérdőjelezhető. Itt van jelentősége az önök történelmi tapasztalatainak. Az ünnepségen, ahol egyházi vezetők is részt vettek, Barankovics emlékérmet adtak Gábor Dzsingisz diplomatának.